az ember mindig azzal a föltételezéssel szemléli a politikát, hogy a józanész mozgatja. Hát mindig csalódni kell a szlovák politika láttán, hiszen kinek lenne az érdeke az, hogy szétrúgjanak egy alkotmányozó többséggel fölálló kormányt, hiszen 95 képviselője volt, emlékezhetünk még Igor Matovics kormányának, amikor ez megalakult 2020-ban. Mostanra meg sikerült 71-2 képviselőre ezt leredukálni. Üdvözlöm kedves nézőinket, egy hosszú nyári szünet után újra itt a Nagyító, és itt már újra rendszeresen jelentkezünk majd, ahogy azt már megszokhatták, szinte kivétel nélkül általában majd minden csütörtökön. Aktuális vendégeink a szezonindító adásunkban Kolek Zsolt és Kocur László, szervusztok, üdvözöllek titeket! Szervusztok, én is köszöntöm a kedves nézőket! Hát néha azt éreztem a nyári szünet alatt, hogy jó lenne beülni a Nagyító stúdiójába, mert azért történt annyi esemény, azt hiszem, hogy érdeklődés hiányában is, de elmaradt az uborka szezon. Idén nyáron volt itt kormányválság, még mindig tart ez a szörnyű háború, azzal fejeztük be, Zsolti, ha emlékszel, júniusban az utolsó adások egyikét, vagy talán épp az utolsó adás, hogy milyen jó lenne arról beszámolni majd ősszel, hogy véget ért a háború, hát sajnos ez nem történt meg. Kormányválságnak sincs vége, úgy néz ki, hát kezdjük egy némileg könnyebb témával, már ha ez is az életünkről szól mégiscsak, a kormányválság. Foglaljuk össze nagyon röviden, hogy az elmúlt néhány hétben, egy-két hónapban ez a szappanopera-szerű történet milyen fordulatokat vett. Hát amikor elmentünk nyári szabadságra, akkor éppen az SZSZ egy ultimátumot adott Igor Matovicsnak, távozzon a kormányból, ellenkező esetben az ő minisztereik távoznak. Hát végül ez az utóbbi eset történt meg, most már minden jel erre utal. Hosszú vergődés után szeptember elejére eljutottunk oda, hogy az SZSZ-es kormánytagok felajánlották a lemondásukat, talán így pontos fogalmazni, hiszen a köztársasági elnök még nem fogadta el. Úgyhogy a mai napig hivatalban vannak még az SZSZ-es tárcavezetők, de hát már távozó miniszterekként beszélhetünk róluk. Bocsánat, csak egy megjegyzés, azért az mennyire jól szemlélteti már Szlovákia, mint ország furcsa dolgait, hogy egy szomszédos háború, illetve egy példátlan gazdasági válság kapcsán épp a pénzügyminiszter, illetve épp a gazdasági miniszter és épp a külügyminiszter az, aki most egy ilyen interregnum állapotban így lebeg a limbóban, és nem tudni, hogy mi lesz velük. Két talán legfontosabb tárca lenne most aktuálisan a kormányban. Semmiképpen nem gyakori, de Belgiumban tanulni lehetünk annak ez a söréről és az EU nagy vízfejéről. Hírhet kis ország tartja a kormány nélküliség mindkét rekordját, tehát az elsőt és a másodikat, és az első az valami 590 néhány napos, a második az ennél rövidebb, de az is 500 fölötti. Tehát ez mutatja, hogy egész jól el itt lehet még lenni. Nem tartunk, azért kormány, nem sikerült kormány a haladó is, így van, tehát itt még a kormány a helyén van, hogy a klasszikus. Azt is tett hozzá, Laci, hogy itt ugye a flamandok és a vallonok, meg hát ha magunkat vennénk a német kisebbségnek, akiknek ott egészen garantált jogaik vannak, nincs még ilyen törés, bár mutatnak jelek Szlovákiában, hogy szintén ilyen hideg polgárháborús hangulat kezd kialakulni, hogy ez a konzervatív-liberális szembenállás, amit felerősített most ez a Szulik-Matovics csörte, de Lacinak teljesen igaza van, Nagy Imre ősi bölcsesség, hogy a kormány a helyén van. Ez még mai napig igaz. Igen, csak ahogy nézzük, hogy mi történik néha az embernek az érzés, hogy bár ne lenne, csak a másik oldalon meg ott vannak ugye Ficóék, akik alig várják, hogy berúgják az ajtót újra a kormányhivatalra, és beülhessenek a régi kényelmes székekbe, úgyhogy néha tényleg az az érzés, mintha egy szlovák-román foci VB döntőt néznék, és nem tudnék kinek szurkolni. Hát az a kérdés, hogy most kinek tud szurkolni bárki ebben az országban, valószínűleg annak, hogy ez a kormányválság így vagy úgy megoldódjon, mert az igazi kérdés, hogy hogyan lehet megkezelni a gondokat, az energiaválságot, ami hát egész Európát most már fenyegeti, és Szlovákia sem fogja tudni elkerülni. Miközben, és itt nagyon helyesen mondtad, a gazdasági tárca vezetője egyelőre bizonytalan, hogy kifolytatja majd Szulik dicső örökségét. De igazából most számomra az a kérdés, hogy miért történt ez meg. Az ember mindig azzal a föltételezéssel szemléli a politikát, hogy a józanész mozgatja. Hát mindig csalódni kell a szlovák politika láttán, hiszen kinek lenne az érdeke az, hogy szétrúgjanak egy alkotmányozó többséggel fölálló kormányt, hiszen 95 képviselője volt, emlékezhetünk még Igor Matovics kormányának, amikor ez megalakult 2020-ban. Mostanra meg sikerült 71-2 képviselőre ezt leredukálni. És ez már komoly politikai teljesítmény, ha úgy határozottan, ha csak innen nézzük, akkor már megdolgoztak. Ugye 76 képviselő kell ahhoz, hogy többség legyen a szlovák törvényhozásban. Most jelenleg az a tét, hogy ez a véletlen kisebbségi kormány, ami majd föláll, hogyha majd megtudjuk a tárcavezetőket a liberális párt távozói után,
hogy megkapja a parlament többségét bizonyos döntésekhez. Hát a költségvetéshez biztosan többség kell, de bármilyen olyan intézkedéshez, ami hát egy egyeztetésen fog alapulni, hát gondoljunk bele, ha eddig nem beszélhettünk stabil kormányzásról Szlovákiában, akkor a következő... Úgyhogy alkotmányos 3/5-ös többségük volt, egészen elképesztő. Így van. A következő hónapokban vajon mitől reméljük, hogy ez a kormány stabilabb lesz? Hiszen most ez a narratíva hangzik el, hogy a kerékkötői ennek a kormánynak távoztak. Oké, láttuk az SS tevékenységét, nagyszerű, hogy elmentek, csak éppen hogyan nélkülük, itt lesz a nagy kérdés. És valóban a hűtőben már a pezsgő ott várja Robert Ficót, aki jelzem, és innen aztán majd Laci is gondolom rákapcsolódik, átvették a közvélemény kutatásokban a vezetést Pellegriniéktől. Az a kérdés, hogy maradt-e még Mikulás Zurinda régi országlása után annyi szennyvíztisztító állomás, amit még... Laci mindig kitér a szennyvíztisztítónak. Hát az egy stratégiai eszköz. A szlovák politika legfontosabb pontja. Így van. Mert ugye ez a valutája a szlovák politikának. Így van, tehát maradt-e még annyi, amit különböző EU-s fejlesztési pénzekért, amelyek remélhetőleg érkeznek. Ugye nagyobb csomag van most kilátásban, ezért is csodálkozhatunk, hogy a liberálisok a gazdasági tárca vezetőjével az élen az első között oldottak kereket. Illetve elsőként a gazdasági miniszter. Tehát kérdés, hogy maradt-e még annyi elosztható szennyvíztisztító állomás, szerintem nem. És azért itt még, tehát csak úgy belgamódra el lehetne lavírozni itt 2024 márciusáig valahogy fűtve és világítva, de hát most egy ennél súlyosabb a helyzet, tényleg a szomszédunkban háború dúl, és hát tehát nem akarom dramatizálni, mert még nagyon messze van, de minden egyes nappal közelebb kerül a határhoz, mert azért történik előrehaladás, még a bizonyos szakaszokon nem is, de többen igen, mint nem. Ugye példát az energiaválság, infláció, élelmiszerválság, tehát és a javam, lenne mit, így van, lenne mit oldani a kormánynak. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy ezzel bárki szeretne foglalkozni, tehát azért is érezhető egy ilyen elfordulás a közélettől az emberek körében, mert joggal érezhetik úgy, hogy az ő gondjaikat nem oldja senki, nem foglalkozik vele senki. Ha már Zsolt, itt említetted a közvéleménykutatásokat, a következő kérdésem erre vonatkozna, mielőtt felteszem, ismertetném a Vox Populit, mit mondott a nép? Megkérdezték tőle, azt hiszem ez a Polisznak volt talán. Igen, a legutóbbi. A felmérése, hogy kit tesznek felelőssé a kialakult kormányválságért, Richard Sulikot vagy Igor Matovicsot. A pontos számok végül is teljesen mindegy, a tendencia nagyon érdekes, hogy egy számjegyű volt azon emberek száma vagy százaléka, akik kizárólag Richard Sulikot teszik felelőssé, még Matovicsnál 31 néhány volt a százalék, akik kizárólag Matovicsot teszik felelőssé, és a megosztott felelősségnél volt nyilván a legnagyobb szám, de azért az abszolút látható, és szerintem ez érzékelhető a közvélemény részéről, hogy ha választanának, hogy Sulik, illetve Matovics közül, hogy egy klasszikust idézzek, kinek a hibás, akkor egyértelműen azt mondanák, hogy Matovicsnak a hibás. Ti mit gondoltok, ki tehető felelőssé ezért a kormányválságért? Egyikük sem, mindketten, körülmények összjátéka, ja, egókarca. Az egókarca mindenképpen ott van benne. A kormányzati munka mindig erodál, ezt hozzá kell, tehát ebből kell kiindulni. Igor Matovics egy par excellence ellenzéki harcos, annak a műfajnak a klasszikusa, tehát ott a Facebook politizálás, a különböző flashmobok, ebben ő nagyon jó volt, de ezt tehát világszerte találhatunk ilyen példákat, hogy aki ellenzékből a leghangosabban tudott kiabálni, aki mikor odaadták neki a lapátnyelet, hogy tessék, most már mutasd, meg lehet ásni, akkor ott már nem ment ennyire jól. Tény, hogy egy világjárvány kellős közepén, vagy hát felszálló ágában nem kellős közepén vette át a kormányzás, na de hát Európa, illetve a világ többi vezetője is tekintő, hogy ez egy világjárvány, nem csak Szlovákiát sújtotta. Tehát ott valahogy jobban sikerült ezzel megbirkózni. Igor Matovics tehát politikailag lejtmenetben van, ugye jelenleg egy miniszteri szék billegett alatta egészen 31-éig, hogy föláll-e róla, vagy nem, vagy leteszítják. Bocsánat, beszéljünk erről, de még billeg is, hiszen szó van róla, hogy egy bizalmi szavazást kezdeményeznének ellene újra. Ha megengeded, én is kérdésre még válaszolnék, ha Laci, de nem akarom elvenni Laci a szót, ez csak közbeszúrtam, igen, igen. Hogy később csak beszéljünk erről. Így van, tehát ez előfordulhat könnyen, hogy az ugye, ahogy Grende Lajos Tézeusz és a Fekete Özvegy című könyvének előszavában írja Ivet a halálpióvá, hogy ez lesz a mi nemes bosszunk. Hát most az SZSZ érkezett egy ilyen nemes bosszúi helyzetbe, hogy most éppen ő szavazhat immár ellenzékiként a korábbi ellenzékkel az ő pozíciójából ebben a kérdésben.
Hát mindenképpen érdekes volna, ugye a Szulékék ahhoz kötötték a kormányjavaslatainak támogatását, hogy a maradék kormány támogassa az ő javaslataikat, tehát víztisztítóról egyelőre nem volt szó, csak szolid parlamenti bizniszelésről. Hát ugye itt attól függ, hogy mik lesznek ezek a javaslataik, vállalhatók-e a kormány számára, és a hasonlóan populista Smerodina elképzeléseibe mennyire lesznek beilleszthetők. Főleg úgy, hogy bocsánat, Kollár, a hétvégén egy vita műsorban ugyanúgy szabott vagy 4-5-6, most az ember már nem tudja számolni se. Feltétel. Ezek gyorsan változhatnak is természetesen. Vannak, ha megengeded, még gyorsan visszatérve a kérdésedre, mert szerintem fontos, hogy ki a felelősség. Hát én amellett vagyok, hogy ez egy osztott felelősség. Felvilágos, persze. Legfeljebb az látható, hogy Szuliknak jobb a sajtója. Ez is tény azért természetesen. De hát azért Matovics felelősségét ne vitassuk el. Az ő politikai felelőssége abból a szempontból nagyobb, hogy a legnagyobb kormánypárt elnöke, és egészen tavalyig miniszterelnök volt. Láttuk, hogy ahelyett, hogy ezeket a vitákat oldotta volna, inkább a feszültségeket erősítette, ugyanis a politikáját arra építette, hogy világos arcélt mutasson, és megkülönböztesse magát Richard Szuliktól. Így jutottunk el ez a konzervatív liberális szembenállásig, ami korábban nem jellemezte a szlovák politikát. Pont ezért is gondolom erőltetetnek egyébként. Ez egy ilyen túlhangsúlyozott, és elsősorban a sajtó által túlhangsúlyozott nem létező konfliktus. Tehát, hogy a választók nem ez szerint gondolkodnak a mai napig, legalábbis a szlovák választók. Aztán, hogy Matovics inkább elkötelezett hívei ezt egyre inkább magukénak érzik, az egy másik dolog, de ez már inkább az a jelenség, amit a politikában szektársadásnak illik nevezni, és ez nagyon hasonlít arra, amit a Magyarországi Demokratikus Koalícióban látunk. Ugye Gyurcsány Ferenc feje fölé egy olyan üvegplafon nőtt, amit ő nem tud áttörni. Tehát kimerjük jelenteni ebből a székből, hogy vélhetően Gyurcsány Ferenc választást már nem fog nyerni Magyarországon. Ehhez azt hiszem nem kell politológusi diploma, hogy megállapítsuk. Ellenben mindig lesz annyi választója, aki őt bejuttatja a parlamentbe. Minden jel szerint Igor Matovics e felé halad, tehát egy szektája van, amely hangosan és lelkesen követi őt, és megbocsát neki minden politikai tévedést és hibát, de elzárta maga elől azt a lehetőséget, ami 2020-ban adatott, hogy tényleg egy jobboldali, erős, egységes pártot hozzon létre, amivel évtizedekre akár behatólag tudja majd irányítani Szlovákiát. Jelenleg ott tartunk, bárhogy is alakuljon ez a kormányválság, nagy esélye van arra annak, hogy a jobboldal hosszú időre, ciklusokra megbuktatta magát, és erre az időre berendezkedhet a baloldal. Ha már ebből a nézőpontból szemléljük a dolgokat, és Isten óvjon attól, hogy én Szulikot dicsérjem, vagy akár állást foglaljak, mert tényleg, ahogy említettem, itt is az helyzet, hogy az embernek nincs kinek szurkolnia, csak a túlélésért és az életben maradásért szorított. De ha ebből a szempontból nézzük, akkor végül is Szulik egészen ügyesen megoldotta ezt a kormányválságot. Az rendben, hogy kormányon kívül találta magát, én azt gondolom, hogy eredetileg is ez volt a terve. Tehát egy olyan 2 hónappal ezelőtt már egy olyan utcában manőverezte magát, onnan nem volt szerintem kiút, és amennyiben nem lesznek előrehozott választások, már pedig szerintem Szulikéknak ez nem érdeke, ők 2 év múlva, amikor tartják a rendes parlamenti választásokat, akkor így csinálhat majd a választók előtt, hogy én még ezt a kuplerájt időben elhagytam, és nekem semmi közöm ahhoz, hogy ti itt az elmúlt 2 évben 22%-os inflációt, meg nem tudom én milyen gazdasági visszaesést, és 4-szeres rezsiszámlákat voltatok kénytelenek befizetni. Ugye itt az a kérdés, hogy a kisebbségi kormány, tehát hogy ha most a kristálygömb előttünk volna, tehát hogy a köztársasági elnöki palotában az aláírást és a parlamentben a többséget megkapja. Először érkezzen meg Zuzana Csaputa, vagy megmutathassák neki a jelölteket. Igen, ez sem egy utolsó szempont, tehát hogy legyenek elfogadható jelöltek, ugye itt már nem elég, hogy a jelöltek a saját maguk számára elfogadhatók, hanem valamilyen szinten a másik oldal számára is elfogadhatóvá kell tenni őket, hiszen a szavazataikra ácsingóznak, és ezt követően indulhat meg egy munka ellenszélben, tehát ha ezek a jogtechnikai feltételek teljesülnek, tehát akkor is kérdés, hogy csak fűteni és világítani fognak-e tudni, vagy ennél többre is képesek lesznek. Az biztos, hogy ez nem lesz olyan, mint Mikulás Zurinda nyugatszerte elismert híres reformkormánya, ami mindenképpen origó lehet a szlovák politikai tájékozódásban. Ha bizalmat kap, ha meg is alakul, akkor is önön túlélésére fog játszani, tehát Boris Kollár elég egyértelművé tette, hogy ők innen azért kikacsintanának, tehát nem akarják mindenáron, tehát nem akarnak mindenáron házhoz menni azért a bizonyos testrészeért a tenyészménynek, hanem inkább akkor ők is egy távolságtartó pozíciót vesznek fel.
Tehát könnyű semmiképpen nem lesz elképzelhető, hogy itt az előrehozott, tehát az ország szempontjából, a választók problémáinak a megoldása szempontjából az előrehozott választások jelenthetnék a megoldást. Itt viszont látjuk, hogy Fico és ugye fölkészül mögötte hűfamulus a Pellegrini, hogy a halasz az már összeálljon. Igen, ez a szörnyű csapda ebben az egész szituációban. Így van, és ugye a republikánok is azért osztottak lapokat, úgyhogy tehát egy előrehozott választás sem sok jót ígér feltétlenül. Zsolt? Arra szeretnék reagálni, amit mondtál, hogy az SZSZ-nek ez volt eredetileg is a szándéka, hogy még kisebbségben elveregődjön a kormány a ciklus végéig. Igen, ezzel lehet számolni, csak hogy azt felejtjük el, hogy azért ebben az SZSZ felelősséget is látja majd a választó, hiszen a jobboldali választó nagyon határozottan elutasítja Ficóék visszatérését. Márpedig ez a körülmény leginkább Ficónak kedvez. Ilyen módon a felelősséget, a politikai felelősséget, ha jelenleg még nem is kellett a közvéleménykutatásban, ezt akartam mondani, Ficóék, hogy ez nem vagy bocsánat, Szulikének van, megfizetni, ez nem most nem látszik, ezt elfogadom, de ha amikor majd világos alternatíva lesz, hogy ez a jobboldal megbukott, és nem teremthető Ficóékkal szemben egy erős jobboldali alternatíva, akkor azt gondolom, hogy a választó majd bünteti Szulikékat is, mert tényleg ez a helyzet, hogy szinte tálcán kínálják az országot Ficóéknak ez a kormány, és ez nehezen magyarázható. Tehát, hogyha itt a politikai teljesítményt értékelni kell, akkor ebből a szempontból elégtelen. Gondoljunk bele, hogy milyen üzenettel érkeztek a hatalomba Matovicsék. Ők azok, akik egy korrupcióellenes kormányt hoznak létre, a múlt bűneit fölkutatják és megbüntetik a felelősöket, ehhez képest szétverték a saját kormányukat. Tehát ilyen módon a választó joggal lehet felháborodva, és én azt gondolom, hogy ebben viszont a politikai felelősségben ott van Richard Sulik is, és az a jobboldali közeg, ami ezért büntetni fog, akkor az őket is fogja, és ebből legfeljebb ezen az oldalon, ha ide sorolható a jobboldalra, mondjuk így a Ficóval szembeni oldalra, a progresszív Szlovákia jöhet még ki jól. És szerintem eljön az a pillanat, amikor majd az a fősodratú sajtó, ami a Matovics-Szulik vitában egyértelműen Szulik mellett állt ki, és Matovicsot szitta nyakra főre, akkor majd szépen Szuliktól is elfordul, és a progresszívokat újra favoritként fogja kezelni, úgyhogy amit Szulik eddig nem fizetett meg, azt majd megfizeti. Nagyon örülök, hogy felosztod ezt a témát, mert a blog záró kérdésem, ehhez a témához kapcsolódó záró kérdésem az éppen tulajdonképpen a progresszívnél Szlovenszkora vonatkozott volna. Sokan hajlamosak róla megfeledkezni, de a köztársasági elnök asszony az egy párt alelnökeként lett tulajdonképpen államfő. Mintha független lenne. És éppen a progresszívnél Szlovenszko párt alelnöke székéből tulajdonképpen lett belőle aztán államfő. Csaputová szerepe mi lehet ebben a kormányválságban? Ha megnézzük a közvéleménykutatásokat, akkor a PS nem követné el, vagy nem jutna az 2 évvel ezelőtti sorsa, simán bejutnának a parlamentbe, ha legerősebb parlamenten kívüli párt jelenleg, hát ilyen 11-néhány%-ot is mérnek már nekik, a SZASZ után most legutóbb a negyedikek voltak a közvéleménykutatásban, az utolsó olyan párt, amelyik még 2 szemjegyű százalékot lenne képes produkálni, tehát egy előrehozott választás az a PS-nek kiváló alkalom lenne arra, hogy kiköszörüljék azt a február 29-i csorbát. És ha ebből a szempontból nézzük ezt a témát, Csaputova szerepe, mit gondoltok, számottevő lehet ebben? Járhat olyasmi a fejében, hogy talán, ha nem oldódik meg ez a kormányválság, akkor végül is egy előrehozott választásokkal jól járhat a pártja? Hát egy biztos az Aludyi nevű formáció, nem tudom, maradék hát három, még vagy léteznek, nem, nem tudom, hogy ma... Olyan szűk az adásítőnk, hogy... Mikor ez 18 órakor adásba kerül, nem tudom, még hány képviselőjük lesz, vagy hogy létezni fognak-e még. Tehát ők biztos, hogy nem járnak jól, az ő választóik, az ő elanyátlanodott választóik, nem a progresszív Szlovákia tipikus választói, de ugye azoknak is menni kell valahova. Tehát ugye ez a történelmi sikerre ítéltetett lehetőséget kapott 4-es koalíció, ugye az első évben elfogyasztotta az egyik saját pártját, ugye láttunk már hasonlót Radoszláv Procházka esetében egy másik kormányban, valamikor réges-régen egy másik galaxisban. Ezek a modern pártok, amelyek a helyi struktúrákat nélkülözik, és inkább tehát a tagságuk elfér egy kávézóban. Annak is a teraszán. És helyi struktúrákat nélkülözik. Tulajdonképpen ugye Igor Matovics is egy castinggal válogatta össze a listájára kerülő embereket, akik nem tudom, hosszú éveken náthelyben végzett munkát követően érdemelték ki a listás helyezést, hanem nem tudom, jó Facebook posztjaikkal, akik közül aztán nem egy, nem kettő más pártban találta magát néhány hónap vagy év elteltével.
Tehát hogy ezek a... Bocsánat, maga Veronika nem is ovás ilyen, ha már van, az Alagyit emlegetted. Hát ő még lehet, hogy visszatér. Igen, ebben van valami. Veronika, hát ha kérdés, hogy lesz a fogadókészség. És hát ugye a progresszív Szlovákia ma már szintén ugye egy átálló parlamenti képviselőben létező Spoluval való házasságvállalása okán csúszott le, egyedül meg lett volna nekik, és a Spolu nem hozott annyit, hogy lehet, hogy beleszaladjanak ebbe a kiadós pofonba. Hogy mi jár Zuzana Csaputová fejébe, azt nem tudom, de nem eretnek, tehát egy volt alelnök részéről nem lehet eretnek gondolat az, hogy úgy fújjon a Laci, síma, életszerű egy politikai válság kellős közepén nincs jelen az államfő, éppen külföldi útján tartózkodik, és hát nem ez se a válság megoldását segíti. Igen. Nem szeretnénk ez ügybe találgatni, de valóban a progresszíveknek érdeke lehet egy előrehozott választás. Az egy másik kérdés, hogyha ezt az előrehozott választást azt már kényszeríti ki, akkor az már semmiképpen nem fogadható el Zuzana Csaputová részéről. Nem véletlenül, hogy alkotmányossági aggályokat támaszt a népszavazási kezdeményezés elé. Azt viszont nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a progresszív Szlovákia egy következő kormány legerősebb ereje legyen. Ez óriási meglepetés lenne Szlovákiában, ismerve a szlovákiai társadalmat. De hát semmi sem lehet kizárni, nyertek ők már európai választást, rendkívül alacsony részvétel mellett természetesen. Nekik a közöny lehet a legnagyobb segítő erejük. Uh-huh. Ha sikerül a szlovák társadalmat olyan szinten elfordítani a politikától, már pedig a jelenlegi kormánypártok ezerrel ezen dolgoztak, az viszont kedvezhet az ilyen rendszeren kívüli, ám de nem rendszerkritikus pártoknak, mint a progresszív Szlovákia. Ez ugye európai jelenség volt, bár mostanában szerintem ennek a progresszív baloldalnak a csillaga már inkább leáldozóban van, az első zenítjén túl van, és hát ebben a tendenciában Szlovákia is megmutatkozik. Tehát azt gondolom, hogy van esélye a progresszívoknak, de áttörést azért nem látok. Fogunk még szerintem erről beszélni, nagyon érdekes hetek előtt állunk, és hát érdekes hetek is vannak mögöttünk, nem csak a hazai politikát tekintve, de hát azzal kezdtük a műsort, hogy ez a szörnyű háború sajnos még mindig dúl a szomszédban, és hát nem is látjuk a végét. Zsolt, arra kértek az első kérdésnél, hogy foglald össze a szlovák válság elmúlt néhány hetét, hónapját, hogy mi történt. Most Lacit kérném ugyanerre az ukrán háború, orosz-ukrán háború relációjában. Nagyon röviden foglaljuk össze, Laci, hogy mondjuk mióta nem ültünk itt a Nagyító stúdiójában, mi minden történt az orosz-ukrán frontvonalon. Legegyszerűbb talán az lesz, hogyha egy június végi és egy mostani térképet kiteszünk majd a képernyőre. Ennél a résznél azon látni fogjuk, hogy az a piros kifli ott Ukrajna keleti részén, ami az orosz előrenyomulást jelzi, az ez idő alatt, amíg a kedves nézők a nyári szabadságokat töltötték, az folyamatosan a térképen millimétereket jelentő, valóságban kilométereket jelentő távolságokkal bővült és haladt előre, bár július vége, augusztus elején ott volt egy, azt mondták, hogy stratégiai szünet, ugye azt mi azzal indokolták, hogy a polgári lakosság evakuációja, meg stb., de az is elképzelhető, hogy kifogyott a szufla. Oroszország időközben nagy átcsoportosításokat hajtott végre, egy új hadseregcsoportot, a harmadik hadtestet állították fel részben más erők, más hadseregekből katonákat átcsoportosítva, részben önkéntesekkel. Tehát ugye Demko Attilának volt a napokban egy bejegyzése arról, hogy szerinte Oroszország túl kevés katonával egy túl nagy országot támadott meg. Ennek részben igazat adhatunk, de ugye Oroszország még mindig nem mozgósított, Ukrajna pedig egy háborúban álló, mobilizáló ország, amely október 1-ével a nőket is elkezdi katonai nyilvántartásba venni, aminek hát legalábbis az ukrán nők számára. Laci, volt egy olyan hír, hogy ezt elhalasztják egy évvel. Ezt csak a zárójel kedvéért mondom. Uh-huh. Ezt a döntést. Ugye ez tavaly december 17-i döntés, tehát ez a háborútól függetlenül szerették volna idén október 1-től, de tehát erre is készek lettek volna. Időközben Ukrajna folyamatosan kapja a nyugati pénz- és fegyveradományokat. Tehát a változó intenzitással azt azért hozzátehetjük érzékelni, hogy az elmúlt hetekben, mintha apadna el egy kicsit a segítségeket. Az elmúlt hetekben, igen, de július elején írtunk arról, hogy az első nagy mobilitású rakétatüzérségi rendszerek megérkeztek, hogy először négyet, majd többet szállítottak. Ez a HIMARS, igen. Ezeket aztán sikerrel, ugye ezek tehát lényegesen nagyobb lőtávolságúak, mint a klasszikus tüzérségi eszközök, tehát ez hátországi célpontok, illetve katonai és polgári infrastruktúra ellen sikerrel alkalmazzák, ugye ennek az állatorvosi lova az,
az Antonovszky híd, ugye erről készült egy olyan orosz mém, hogy Sergej Shoigu védelmi miniszter, és Vladimir Putyin ülnek egy kis asztalnál, kérdezi Putyin, hogy hol van az asztalom, és mondja neki a miniszter, hogy meg kellett erősíteni a hidat, és a következő képen az látszik, hogy ezt a himarszokból lőtt hidat Putyin asztalával pótolták, ugye ez a háború... Ja, ez a hosszú asztal, igen. Annyit nevetett. Ugye ez a háború vicces oldala, de ami történik a napokban, az egyáltalán nem vicces. Ugye ma Blinken külügyminiszter váratlan kijevi látogatást tett, és itt egy újabb pénzcsomagot jelentettek be, illetve szintén ugye a Rammsteini légibázison, tehát ez még nem a jövő év budapesti koncertnek a beharangozója, ültek össze NATO vezetők, ahol ugye újabb segélycsomagról tárgyaltak. Az egyik lehetséges orosz narratíva szerint Hersonnál, illetve Harkov térségében azért indítottak az ukránok ellentámadást, hogy ennek a csúcsnak az idejére valamit... Igen. Ez mennyire orosz narratíva, ez egyébként abszolút logikusnak tűnik. Ez így van. Ez a legtöbb szakértő azt mondja, hogy a jelek szerint ráadásul, ha nem is elhamarkodott, de nem olyan erejű, nem olyan időzítésű volt ez a támadás, amit az ukránok részéről. Sokak szerint ugye most ez a Hersoni támadás, így látva a mostani fejleményeket, lehet, hogy elterelés volt az ukránok részéről. Ugye beharangoztak egy déli offenzívát, ami váratott magára, és végül Harkov térségében úgy tűnik, hogy egy sikeresebb előrenyomulást értek el. Izjum lehet az a célpont, amit most támadnak. Tényleg áttörték ott az orosz frontot, amennyire sokszor egymásnak is ellentmondó hírekből ezt ki lehet hámozni, míg Herszon térségében ez a támadás elakadt. Na most szerintem ez az offenzíva, ez azzal magyarázható, hogy egyre nagyobb nyomás alatt van az ukrán kormány, részben a saját közvéleménye részéről, föl kell mutatni valami hadisikert, ugyanis nem lehet a végletekig ilyen mobilizált hangulatba tartani a társadalmat. Előbb-utóbb jön a fásultság, az elfáradás, és ugye ahogy a tél felé közelítünk, Ukrajnát is fenyegeti egy energiakrízis, tehát ott az lesz a kérdés, hogy ki tudják-e fűteni a háztartásokat, ami azért megint egy másik perspektívába helyezi a háborút. Igen. Tehát egyre nagyobbak a gazdasági gondok, és a nyugati fegyverszállítások, amit említettetek, tehát a nyugati partnerek felé is fel kell mutatni valami sikert előbb-utóbb. És hát ilyen helyi sikereket az ukránok fel tudnak majd mutatni vélhetően ebből a támadásból, de hogy ez stratégiai változás jelent a háborúban, azt azért nem lehet kijelenteni, hiszen ezek ha lesznek, ezek helyi sikerek ukrán részről. Az egy másik kérdés, hogy ugye eddig a háború menete az volt, hogy ezekkel a szünetekkel, amiről Laci is beszélt, azért ha lépésről lépésre, de az oroszok haladtak előre. Leginkább a Donyec medencében láttuk ezt. Ugye még nyár elején történt, hogy Luhanszk megye egészét elfoglalták az oroszok. Ellenben Donyec megyének még egy jelentős hányada, városok, Kramatorsk térsége még ukrán kézen van, és ezek rendkívül megerősített frontvonal. Tulajdonképpen 2014 óta beásták magukat az ukránok. Tehát itt hihetetlen erőfeszítéseket kellene az oroszoknak tenni, hogy ezt áttörjék. Látjuk is, hogy igencsak lelassult az orosz előretörés ebben a térségben. Míg délen úgy tűnik, hogy az oroszok megerősítették az állásaikat, tehát ennyiben sikeres volt az ukrán kommunikációs hadjárat, hogy komolyan vették ezt a herszoni támadást. És ugye van is ebben logika, hogy a Dnyeper túlpartján, ha az orosz erőknek szétlövik az utánpótlását, tehát a hidakat, amiken keresztül ez az utánpótlás biztosítható, ez az a bizonyos Antonovszky híd, vagy a Novakahovkai víztározó menti híd, ha ezeket az ukrán tüzérség elpusztítja, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülnének az oroszok. De úgy tűnik, hogy azért, ha okoztak is gondokat az orosz utánpótlásban, ezt többé-kevésbé megoldották az oroszok, és hát elitegységeket vetettek be ebben a térségben, és jelek szerint, bár kommunikáció zárlat van szinte ukrán részről, meg hát egymásnak átmondó hírek, ezt az offenzívát feltartóztatták. Mondom, nagyon érdekes, hogy most Harkov környékén, Harkov megyében viszont megmozdult a front, és úgy tűnik, hogy helyi katonai sikereket tudnak itt az ukránok felmutatni. Ez sem példátlan a háború korábbi menetéből, de jelezhet egyfajta fordulatot is. De azért az alapvető stratégiai helyzet szerintem nem változott, és azt gondolom, hogy ezzel a Laci is egyetért. Oroszország máig óriási erőfölényben van, ha csak az emberi erőforrásokat, meg hát a katonai potenciált nézzük. Ukrajna léte a nyugati támogatástól, anyagi és katonai támogatástól függ. Ha ezek a csapok elapadnak, Ukrajna 3 nap alatt befejezheti a háborút vesztesen. Az egy másik kérdés, hogy Európa és Amerika ezt jelenleg arcvesztés nélkül nem teheti meg. Ahogy így beszélünk, ebből az következik, hogy még mindig igencsak kilátástalan a béke kérdése, tehát egyre távolabb kerül annak a lehetőség, hogy ezt a háborút kompromisszumos módon lezárják, márpedig ez az egyetlen lehetőség.
Laci, egyébként a, zárásul néhány a gondolat. The American konzervatív főszerkesztője napokban, tegnap vagy ma írta egy véleménycikkében, hogy az Egyesült Államoknak mi hamarabb be kell fejezni Ukrajna támogatását, és amennyire bent van, annyira kivonulni a térségből, tehát vannak ilyen hangok az Egyesült Államokban is, bár egy korábbi közvéleménykutatás szerint az amerikai lakosság többsége még inkább támogató, mint nem. Bár ugye neki megvannak a saját belpolitikai problémáik a saját elnökükkel. Ami a Harkivikinek olyan tetszik front történéseit illeti, nem éppen a cizellált fogalmazásáról ismert Wagner csoport tegnap figyelmeztette. Bocsánat, csak kontextus kedvéért, ez ugye az orosz, egy magántulajdonban lévő, de orosz oldalon harcoló magánhadsereg. Igen. Wagner csoport Telegram csatornáján írta, hogy ne tájékoztasson a sajtó egyoldalúan. Tehát, és ezt, így van, tehát ezt ők az orosz sajtónak, egy-két forrás alapján ne tájékoztassanak egyoldalúan, Harkov térségében igenis komoly cselekmények zajlanak. Az viszont, hogy a környékbeli, és ez viszont már az ukrán portálokon, oldalakon olvasni, hogy tehát mindenkinek, akinek keze lába van, azt véradásra szólítják fel, meg lakosságtól kérnek lepedőket, meg egyszerűbb egészségügyi eszközöket. Ez mindest, tehát semmiképpen nem valami fényes győzelmet mutathat. Egyetlen gondolat, tehát hogy északon egészen más a helyzet az oroszok szempontjából, tehát itt az utánpótlás jóval könnyebb megoldani. Harkov megye, ott van az orosz határon. Harkov 60 kilométer egyébként. Így van, pontosan, tehát ez nem a Herszon vidéke, ahol el lehet zárni az orosz erőket, esetlegesen bekeríteni. Itt lehet helyi veszteségeket okozni az oroszoknak, de nagy stratégiai áttörés, győzelem ukrán részről igen nehezen elérhető. Fogunk még erről a témáról is, attól tartok épp eleget beszélni, hiszen ahogy ti is említettétek, nem nagyon látjuk a háború végét. Az adásidő azonban végéhez érkezett. Kedves nézőinknek nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak a szezonnyitó nagyító adásban. Itt leszünk a jövő héten is, ugyanebben az időpontban. Tartsanak velünk akkor is, várjuk Önöket a viszontlátásra.